Szoktam kettest kapni matekból, de mindig kijavítom, és ez így valóságban is. Apu eltilt, anyu ordít. Dorina a 13 éves kalocsai lány a teljes ismeretlenségből robbant be a köztudatba. Buli Buli című száma 8,5 milliós megtekintésnél tart a YouTube-on. Slágeréből remixek készülnek, és rengeteg felkérése van. Hát nagyon sok felkérésem van. Például most csütörtökön is megyünk 25-én, és felkértek. 30-án is megyek. Szia! Örülsz neki? Nem fárasztó? Igen. De fárasztó, persze. Bevállalta a diszkókat, mert megkérdezte tőlünk, hogy diszkóba hívnak benneteket, de szinte napszinten küldte nekem a mesengereket, hogy ide hívják Dorinát, oda hívják, melyik diszkóba. Ugye mind éjfél körül vannak ott a legtöbben, akkor kell fellépjen éjfél 1 óra. Tehát nem lett volna kötelező elvállalni, de ő akar menni fellépni. És hol vannak a fellépéseid? Mennyire vannak közel? Hát Budapest, hát nagyon messze vannak. Például múlt héten éjfélbe léptem fel, és kb. Ilyen 2:30-kor értünk, hajnali 2:30. Hánykor szóta lefeküdni egyébként a hétköznap négyben? Hétköznap? 9:30. Nyilván a kocsiba elszok. Mindig elszok. Pici kora óta ő énekelget. Születésnapra voltunk hivatalosok, ahol én zenéltem, és akkor ott állt mellettem, és akkor mondom, gyere pici, énekelj apunak, és akkor ment ez a slánger, hogy a kicsi gesztenye, barna szeme, és akkor a Dorina meg folytatta. Nem nyilvános vagyok. Egész héten gondolkodtam, mikor ültem a iskolapadba, és kettest kaptam a matekóra. Neked korábban voltak ilyen terveid, hogy énekesnő leszel? Igen. Mindig énekeltem. Kiskoromban példaképpen volt a Hannah Montana, például Selena Gomez. Dorinát meghallottuk énekelni, vette föl a hangjait telefonba. Neked adnám az életemet, rabá tetted az én szívemet, nekem nem kell többé más. Pont úgy volt, hogy a Dig TV keres tehetségeket, és anyukám elküldte, és tetszett nekik. A Buli Buli így született, hogy ott Rácz Aladár megírta ezt a szöveget. Nem szerettük volna, hogy szerelemről szóljon, meg ilyesmiről, mert 13 éves a kislány. Szóltam is, hogy valami olyasmit legyen a szöveg, ami az ő korosztálya, és akkor így kijött az iskola. És szerették, szerintem olyan kis szimpatikus is, tetszik mindenkinek, olyan szimpatikus, kedves is, szép is, nagyon sokan szerelmesek belé, meg ez a matematika. Matek 2-es iskoláról szól, és sokan gondolom ebbe a cipőbe vannak, hogy kijavítják. Naponta vagy 150-en írnak. Szia, nagyon szép vagy. Szia, volt már öncsek eszéte. Szia, szerelmes vagyok beléd. Meg persze, szia, nagyon jó lett a zenéd. Ének. Van, aki egyfolytában hívogatnak messengeren, és az kicsit nekem már idegesítő, de nem tudok mit csinálni. Nagyon jó kommenteket is kaptam. Persze, hogy jó hangom van, tehetséges vagyok. Meg ilyenek, de viszont kaptam sok rossz kommenteket is. Ugye azért, mert én roma származású vagyok, és akkor így, hogy cigány, meg ilyenek. Anyu, most gyere nézd meg, hogy mit írtak. Anyu, gyere Szabira nézd meg, mit írtak. Azt hiszed, menő vagy, mert van egy szar zenét? Hát röhögőjel, hát egy büdös... Irigyek az emberi mocskosok. De mi ezekkel nem foglalkozunk. Na megtanultam, hogy ez csak idegesítő, tehát idegbetegséget lehetett ő kapni. Én nem fog, de Dorina szegény az meg annyira föl tudja sokszor venni ezt, hogy ilyen rossz kommentek vannak. Hát amúgy egy 13 éves kislányról van szó. És rossz volt, mikor felhúzódott, felment a szobába. Magába zárkodott, mert olyan kommentek jöttek, hogy borzasztó. Na aztán begorombultam, írtam már mindent elejtő végig. De aztán megtanultam, hogy onnan rosszabb, mert ennek se eleje, se vége. Tehát ez megy, mint a szólásmondás. Minél többet írsz, annál több a válasz.
csak 13 éves vagyok, így nem szoktam így bulikba járkálni. Esetleg, ha valami szülinap van, egy családi esemény, de így nem. 13 éves kislány, ne menjen még buliba. 13 éves kislánynak még nem igazán való az, egy 18, vagy ahol esetleg felnőttek, vagy alkohol. Se fiúzni, semmi ilyesmi. Buli, 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 jön a buli, buli, szombat este, jön a szombat este. Vannak benne olyanok, amikor tippekbe szerepelek, például ez Baló Kevinnel a Love Me című videóklip. Ezek pedig az új videóklipben be fog szerepelni, bulizási címmel, ami szilveszter előtt fog... Szilveszter előtt fog felkerülni a YouTube-ra. Én bíztam benne, én mindig is mellette álltam, én nagyon bíztam benne, és tudtam, hogy ő tud. Én ráérzek az ilyenekre. Hát apuka nem volt annyira biztos benne, ugye? Hát, de biztos nem volt benne biztos, és akkor mondtam, hogy bízzál benne. Csak. Minden egyes koncerten szokott lenni, vagy csak a nagyobbak? Csak úgy, most csak úgy.